amikor elkezdődik a szezon az állatkertben, akkor az azzal is jár, hogy a flamingók kikerülnek a nyári, vagy hát szezonbeli szálláshelyükre, ahol tavasztól őszig vannak. Ez egy több mint 130 egyedből álló flamingó kolónia, ami egyik a legnagyobbaknak az európai állatkertek között. És ez azért van így, mert egyébként nagyon jól szaporodnak. A tavalyi évben is ugye 25 fiókánk volt, ez is európai összehasonlításban azért elég soknak számít. Tehát sok flamingónk van, nagy hely kell nekik, és ezt olyan módon lehet megoldani, hogy máshol van a téli, meg máshol a nyári szálláshelyük. Úgyhogy amikor kezdődik tavasszal a szezon, akkor a téli férőhelyükről, ami a fedett lovardánk, a nyihangár, ez az állatkert új zónájában, ahol nem volt várban van, onnan áthozzuk őket egy, tulajdonképpen egy eredetileg lószállításra kifejlesztett utánfutóval, és akkor oda tolat vele a kollega, lenyílik az utánfutó hátulja, és hát kicsit, mint amikor a várból a várvédők a felvonóhídon kirohannak, mondjuk mint Zrínyi kirohanása, kicsit ilyen módon történik meg az is, amikor ugye kijönnek a flamingók, és hát néha kicsit ilyen esetlen bugdácsolásnak is tűnik, de hát ez ugye ilyenkor vele jár a szituációval, de aztán teljesen nyugodtan elfoglalják a helyüket, annál is inkább, mert ugye a hely nem ismeretlen a számukra, hát a múlt évben is ott voltak kint a szezonban, meg előtte is, és mindig az idősebb madarak általában az ilyen meneteknek az élére állnak, mint egy bátorságot öntve az újabb dolgoktól, talán még egy kicsit tartó fiatalabb flamingó társaikba.